A haderő személyi állományának is meg kell újulnia. A megjelent kormányrendelet a több évtizedes katonai szolgálat kiemelten méltányos elismerése mellett utat nyit egy fiatal parancsnoki generáció felemelkedéséhez. A minisztérium a televíziónkhoz eljutatott közleménye szerint Szalai Bobrovinszky Kristóf évértékelő értekezleten arról beszélt, a veszélyek korában a kormány számára a legfontosabb a magyar emberek biztonsága. A modern katonai technológia beszerzésével párhuzamosan zajlik a haderő szervezeti átalakítása is. Ebben a munkában most korszakhatárhoz érkeztünk, a haderő személyi állományának is meg kell újulnia, fogalmazott a miniszter. A HM közleménye szerint a modern fegyverrendszerek hadműveleti és harcászati eljárások alkalmazásához, az ezekhez kapcsolódó kiképzési és gyakorlatozási feladatokhoz, valamint a sikeres toborzáshoz elengedhetetlen egy jól felkészült, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező fiatal tiszti és altiszti állomány. Annak érdekében, hogy a fiatalok előreléphessenek, szükség van a parancsnoki és tiszti állomány átalakítására. Hozzátették, a magyar közlönyben megjelent kormányrendelet célja a Magyar Honvédség parancsnokságainak, alakulatainak és támogató szervezeteinek, valamint a Honvédelmi Minisztérium katonai állományának fiatalítása. Mint írták, a kormányrendelet hatálya alá eső szervezeteknél szolgálatot teljesítő azon katonák szolgálati viszonyát, akik a 45. életévüket betöltötték és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkeznek, a honvédelmi miniszter egyoldalú döntéssel és kéthavi felmentési idővel megszüntetheti. Az érintett állomány részére a kormány, elismerve a honvédelem ügye iránti elhivatottságukat, áldozatvállalásukat és az ország érdekében tett erőfeszítéseiket, bevezeti a honvédelmi szolgálati juttatást. Írták kiemelve, a honvédelmi szolgálati juttatás alapja az utolsó életmény 70%-a, amely az életkor és a nyugdíjkorhatár között még hátralévő évek száma szerint évenként 2%-kal csökken. A honvédelmi szolgáltatási juttatás abban az esetben is teljes összegében megilleti az arra jogosultat az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig, ha mellette már munkát vállalt. A Terca közleménye szerint Szalai Bobrovinszky Kristóf elmondta azt is, hogy az új juttatási forma nem automatikus a rendelet hatálya alá esők számára, hanem egyénenkénti miniszteri döntéshez kötött. Ez a fiatalítási program a rendszerváltozás óta példátlanul előnyös módon a több évtizedes katonai szolgálat kiemelten méltányos elismerése mellett nyit utat egy fiatal parancsnoki generáció felemelkedéséhez, közölte a Honvédelmi Minisztérium.